Szervusztok, magyarok! Szervusztok, szerbek! Szervusztok, ruszinok! Szervusztok, cigányok! Szervusztok, bosnyákok! Szervusztok, román! Ez egy nagyon izgalmas, nagyon fárasztó munkasorozat volt. Ennek a munkapróba résznek egy nagy, tehát sok olyan felkészülési része volt, ami különböző kutatásokat foglalt magába. Olyan interjúalanyokat kerestünk föl, akik talán minél érdekesebbek lennének olyan szempontból, hogy mit tudnak, mi a tapasztalatuk, akik mondjuk éltek már külföldön, vagy pedig ott tanultak és ott maradtak, és ilyen hasonlók. Egész komoly anyagot sikerült összeszednünk, és azt hiszem, hogy elég sikeresnek mondható volt ez az első fázis a munkának. Azt is tudom, hogy így nagyon közénk vágynak, meg hogy így nagyon szeretnének ráhasonlítani, meg itt lenni velük, igen, és hát igazából igen, tehát hogy így a jogokat, amikor így nem adtuk meg neki, de hát ugye a mi magyar valóságunk az ugye nem adott erre alkalmat, A próba folyamat a másodiknak is, és a harmadiknak is úgy zajlott, hogy az elején ugye megnéztük ezeket a videókat, sorra mindegyiket, elemeztük őket, beszéltünk róla, akkor beszéltünk magáról a témáról, ugye az első, vagy hát a másodikban a szegedi létről, a harmadikban pedig inkább így az unió kapcsán beszélgettünk, és akkor így lassan elkezdtünk ezek a beszélgetések alapján improvizálgatni. Okay. I am European. There's a mistake. I am European. Oh, she wants to be one of us. How silly she is, Lose. No, darling. Végsőkig nem tudja az ember letisztázni azokat a problémaköröket, amikkel foglalkoztunk, tehát az első előadásunk, hogy ez a multietnikus, interkulturális közösség viszonyát, azon belül az életet specifikus tekintette persze Szabadkára, Észak-Szerbiára, Bácskára, Vajdaságra, illetve a másik előadás, ami mondjuk inkább a határ innenső oldaláról szól, illetve hát arról a viszonyról, amit a határ két oldalán élő emberek éreznek, vagy gondolnak, és hát ennek tudatában ezt földolgozva indultunk bele ebbe a harmadik előadásba, ami már egységesen inkább azokat a kérdéseket problematizálta, mi a határfogalma, a viszony Európához, illetve Európa önmaga, és itt nem feltétlenül az európai jogrendszer foglalkozik az előadás, hanem azokkal az érzés világgal, gondolatokkal, ami a mi sajátaink, illetve azoknak az embereknek a sajátja, akiket ismerünk, illetve kapcsolatba kerültek velünk. Valahol lehet, hogy változik az előadásoknak nem az előadások fajsúlya, de bizonyos problémák fajsúlya, vagy legalábbis az, amit szélesebb körbe lehet az embernek sajátjának érezni. Gondolom itt fölösleges valamilyen gyanús optimizmussal foglalkozni, bár ugyanakkor egy utopisztikus gondolat és öröm-szeretet szerintem megjelenik ebben az előadásban is, illetve egy erőteljes szándék, és akár út is abba az irányba, ami felé talán kellene, vagy lehetne haladni. Azért nézzük, mert a mi petepészünk, ugye, mondjad már. EU-standard. Petepészünk. Megnézzük, hogy milyen gondos sejtet választunk magunknak. Szükségünk van arra az 1 millió szavazatra. Aki mi a helyzetben van, csak ennek? Mi lóg a fejednek? Mi lóg a fejed? Harry, minden millió. Ezt nem ajánlom. Egyre nehezebb egy fogódzót találni, tehát hogy legyünk őszinték, mondjuk, hogyha nem EU-s szempontból, tehát nem euró
Európához tartozó országból szemlélem azt, ami zajlik, akkor nagyon nehéz megtalálni azt a kapaszkodót. Tehát szoktak, hogyha Szerbiában mondani, hogy amire mi beérünk, addigra az Európa szétesik. Tehát, hogy nagyon nehéz meglátni azokat a pontokat, ami felé az ember ragaszkodni akar, és valamilyen fajta járható perspektívának tűnik.